Zene a füleimnek. Ezzel a címmel rendezett tábort az Alapfokú Művészeti Iskolában a Zeneszeretők Kiskunhalasért Alapítvány. A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A fúvós és ütő hangszereseknek hirdettük meg ezt a tábort. Alapvetően halasi gyerekek, de azért a környékbeli településekből is, hiszen vannak telephelyeink itt Kiskunhalason, ezért az a Jánoshalmáról is érkeztek, Kunfehértől is érkeztek gyerekek, és ami a legjobb az egészben, hogy így év vége felé előkerülnek már a hangszerek, hiszen tudjuk jól, hogy hamarosan itt van szeptember, és kellemes a hasznossal, egy kis csapatépítés is folyik, és mellette meg kifújjuk a pókokat a hangszerek belsejéből, és hát a gyerekek nem beszél arra, hogy hát jókat zenélnek, meg hát barátkoznak egymással, hiszen a legfontosabb talán azt gondolom, hogy az emberi közösségeket is építeni kell a zene mellett. Azért a pingpong labda és a foci labda pattogása az folyamatosan ott volt a levegőben, tehát aki benne akart játszani, a melege volt, annak is meg volt a lehetősége. És ami a legszebb, és ami nekem a legjobban tetszett, hogy ezekben a úgymond a játékos szünetekben is nagyon sokszor a hangszer azért ott maradt, és mindig lehetett hallani, hogy valamelyik sarokban valamelyik kisfiú nem egyedül, vagy kislány nem egyedül, hanem a ketten, hárman összeálltak és gyakoroltak külön-külön. A résztvevő gyerekek örömmel mesélték el stábunknak, mi tetszett nekik legjobban a zenetáborban. Én a dobolást nagyon élveztem. Élveztem, hogy lehettek itt barátaim, akikkel tudtam játszani, meg nagyon minden jó volt itt. Mivel teltek a mindennapok? Hogy nézett ki egy napotok például? Reggel bejöttünk, kicsit vártunk, utána akinek valamilyen hangszerje van, arra megy, utána a gyülekezővel megyünk reggelizni, utána a szabad foglalkozás egy picit, utána megyünk ebédelni, visszajövünk, és utána egy óra pihenő van, és utána ilyen koncert. Mi nagyon szeretünk együtt lenni, minden délután együtt játszunk, így mindenki, és hát nagyon barátságos itt. Minden kisgyerek, meg a nagyok is. Mi a hangszered, és mi alapján választottad ezt annak idején? Klarinét. Előtte furuljáztam, és volt egy kisgyerek előttem, és nagyon megtetszett ennek a hangja. Ezért kezdtem el játszani rajta. Kárpáti Fanni fuvola tudását csillogtatta meg a tábor és a záró koncert során. Én fuvolázok, lassan, hát most lesz a 6. évem, és... Én azért fuvolázok, mert nekem nagyon tetszik az a hangszer, és igazából szerintem, amikor a fuvolák együtt szólalnak, szerintem borzasztó szép. Tehát én ezért is nagyon szeretek, meg mindig is tetszett a fuvola. Az együtt töltött napok a diákoknak és a pedagógusoknak is egyaránt tartogattak érdekességeket, izgalmakat. Ez egy hatalmas vállalás volt, és még nem is csináltunk ilyet, úgyhogy nagyon kíváncsian vártuk, hogy mi fog ebből kikerekedni, és nagyon pozitív a tapasztalás, a gyerekek nagyon élvezték, ők összességében olyan gyerekek, akik még nem játszottak zenekarban, tehát ez egy teljesen új kis csapat, és nagyon hamar összerázódtak, nagyon jól érezték egymást a szabadidőben is, és hát nekünk is ez érdekes volt, hogy milyen ügyesek, hogy milyen rövid idő alatt felvették a ritmust, úgyhogy mindenféleképpen pozitív élmény volt mindenkinek. A zeneoktatás itt a zeneiskolában egy kicsit annak élvezi hátrányát, hogy nálunk többnyire egyéni órák vannak, tehát a csapatépítés mindig egy kicsit háttérbe szorul, és most végre itt együtt lehettek olyan gyerekek is, akik egyébként esetleg csak cserélik, váltják egymást a terembe, és bízom benne, hogy ezek a barátságok most már azért egész évben megmaradnak.